Sziasztok! Bodzi vagyok, és ma a Quaddednak az UDES 03-mal lejátszott körét hoztam a Live Oaksról. Ami külön érdekes ebben a csatában az, hogy sem náluk, sem az ellenfélre nagyon spotter tank nincsen, talán a Krombert lehetne esetleg annak tekinteni, de legalább van 3 arti. És nézzük is, hogy Quadded mit is tudott csinálni ebben a csatában. Azt azért hozzáteszem, hogy Quadded ugye most itt az MBZ-ben játszik, gondolom nem véletlenül, mert olyan pálya ismerettel és olyan momentumokkal rendelkezik, amivel jó pár játékos azért nem. És egy meglepő pozíciót fog itt rögtön felvenni, ugye itt ebben a spot bokorban, ami azért veszélyes, mert ha ide alulra befutnak az ellenféltől, akkor gyönyörűen ki tudják deríteni, és akkor már is nincsen miről csinálni videót szinte, a három artinak köszönhetően. Ugye az UDES jelen rendelkezik a legjobb álcaértékkel a 8-as TD-k között, sőt, 1-től 10-ig, ha nézzük, akkor még az E25-öt is, azt a kis sunyi lapos dögöt is megveri. A harmadik vagy negyedik helyen áll, ha jól emlékszem az elemzésemből, álcaérték tekintve az összes TD-t nézve. Ugye kihasználja azt, hogy az IS az szinte a látóhatár peremén bukkan fel, az IS-nek nincs akkora látótávé, felderítse az UDES-t. A Skoda T25 ugye meg visszavonult a bekapott első maflás után. Hát igen, a protot is meg tudta volna lőni, hogyha nem nézel a VK felé, de hát minden nem lehet tökéletes. És ami eléggé bántó vagy bosszantó, hogy ott a híd környékére csak 2 tankunk ment el, így hát nagyon felderíteni szinte senkit nem fognak. Jelen pillanatban 1-1 az állás, eddig 2 pofont osztott ki Quadded, és most csak türelmesen csücsülget itt a spot bokorban. Na, VK. KV2-nek is beköszönt egy 380-nal. Az Onni a töltésidő miatt valószínűleg meg fogja úszni, így van. De most már a VK is előmerészkedett. Hát ő viszont azért nem úszta meg, egy közel 400-assal honorálta meg a előremenését Quadded. Ugye eddig van 4 lövése, 4-5 lövése. Már is 1600 damage-et kiosztott, hát az egy ilyen blind, hogy hát ha az Oniba betalál, de eléggé a kis ház takarásában van. Ugye úgy néz ki a városot, hamarosan el fog esni. Hát ez egy gyönyörű blind lövés volt. És valószínűleg Cromwell ott a háta mögött sikeresen felderítette Quaddedet, ezért inkább fölveszi a nyúlcipőt. Közben kapja a támogatott sebzés a felderített RHM-ért. Ugye az UDES-nek nagy előnye, hogy elég lapos, főleg ha nem puposodok föl, mint egy kis macska, és elég nehezen lehet észrevenni. Viszont a híd rész az teljesen elveszett, a város rész az szinte lassan megint teljesen el fog veszni. Ugye a mi artunk csak 95-öt tudott beleverni a protóba. És hogy mennyire jó az álca értéke az UDES-nak, ugye a Cromwell bőven látó távolságon belül van, és mégsem spotolta ki. Ugye oldalról ugyan kicsit kivillan az oldala, ami a Cromwell miatt nem biztos, hogy a legjobb. Quadded érzi is a veszélyt, és inkább gyorsan ráfordul a Cromwellre. Hát meg is nézi, hogy mennyire lóg ki. Konstatálta, hogy eléggé. És gyorsan utazó módban vált, hogy el tudja kerülni a Cromwellnek a lövését. Hát igen, a kis arti az meg közben szépen szedegeti ki ott a hegynél lévőket.
A másik artig megpróbáltak Vaddedet molesztálni, egyelőre kevés sikerrel. Ez egy fontos momentum volt, hogy a Hummel kiszedte a Krombet, mint a legjobb látótávon rendelkező tankjukat. Innen egy kicsikét talán megvakultak, ha lehet ezt így mondani. Még ott van a T-34-85M, de valószínű neki nagyon skilles legénysége nincs, mert Quaddedet nem deríti föl még lövés után, de most már igen. Hát a T-34-85-nek a hosszas célzásának meg lett az eredménye. Mehetett vissza a garázsba. Ugye Arti próbálják lövöldözgetni Quaddedet, illetve a maradék Artinkat. A lövés után megint felderítődött, szegény Arti az meg kapja közben már az áldás, valószínűleg az FV-től. Quaddedet próbál a látóhatár széléről operálni, és úgy gondolja, hogy minél kevesebb ágyú, annál jobb, ezért kiszedi az IS-t. Ha, ez épp hogy elkerülte az a nagy maflás a tankját Quaddednak, hát de viszont a VKI már betalált. Ez egy gyors lövés volt, ezért nem is volt teljesen becélozva. De most mindenféleképpen megpróbál a látóhatár széléről alkotni valamit, és onnan csipegeti az ellenfelet. Elférre ránát. Nem, mert a ház takarásában van. Nem is próbálkozik tovább, inkább gyorsan megint utazó mód. És szégyen a futás, de néha azért kifejezetten hasznos. Ugye próbált arra lőni az ellenfél Artia, amire esetleg úgy gondolta, hogy megy Quaddedet. Megint zíge módba vált. Egy újabb közel 400-as találat. Ajaj, viszont a KV-2 robbanója gyújtotta, de szerencsére automata tűzoltás van a tankjában, így hát azt most kifejezetten hasznosnak bizonyult KV-2. Persze 15 HP bennmaradt. Valószínűleg a KV-2 még nem látja, mert csak blindre lövöldözgetett szerintem. És már is 5 killnél járkod, de és már csak a 3 arti van ellenfélként. Ugye az FV mint az egyik leggyorsabb arti megpróbálja felspotolni szerintem a másik két artinak. Quaddedet nézi erőteljesen ott azt a HS csücskét, hogy hát ha onnan bukkan ki. De az ellenfél artia azért nem teszi meg neki ezt a szívességet. És most megint egy fontos momentum jön. Ilyenkor nem érdemes mindig ugyanazból a pozícióból tüzelni. Nézzétek, van, de egy teljesen elkerülő mozdanatot fog tenni. Ugye az arti az arra számít, hogy esetleg itt fogja majd főszpotolni. Ugyanakkor Quaddedet meg szépen kerül egy nagyot. Ugye az UDES-ben még azért annyi jó, hogy ellentétben az STRV 103, illetve 103B-vel ennek menet közben is használható többé-kevésbé az ágyúja, annyi, hogy kicsit lassabb a célzás ideje, illetve ritkábban tud lőni. Az enyém olyan 8,5 helyett ilyenkor eszem 10-2-10-3 alatt tölt be utazó módban. És meg is van az Artia, amint mondtam, hogy
láttátok, hogy onnan számít rá, szerintem most jelzett neki a paralámpája, menekülőre is fogta, de hát a sorsát azt már nem tudta elkerülni. És láttátok, lövés után sem spottolódott fel Quad Dead. 6 kill, idáig kiosztott 5000 damage. És még 5 perc van a csatából. Megvan a másik arti, gondolom ő is jött próbálni, hogy hátha. Hát... ezt egy kicsikét elkapkodta talán Quad Dead, de... ő is úgy volt vele, hogyha az arti felderíti, a másik arti gyönyörűen ki tudná szedni. Ezért nem mert tovább maradni ott, hogy célozzon. De szerintem vissza tudod bújni a bokor mögé. Itt annak van egy álca értéke. És már is megvan a második artifregje, és most már csak meg kell találni a Crusader-t, mint az utolsó ellenfelet. Az vajon hol lehet? Már a csapat is írja, hogy nice, nice, nice. Hát ugye az ellenfél artia szerintem csak blindre lövöldözget valahova. Quadded úgy gondolja, hogy talán a városban lehet. És nem, és nem, és ott van lent a gödörben. Nézzük, mit tud csinálni Quadded. Beadja az RNG, be, egy lövéssel gyönyörűen ki tudta szedni Quadded, ezért a meccsért kapott egy laza 14.792-es V8-at, természetesen megkapta a tankást, megkapta a Dumitru medált, ugye ami három ellenséges artikilövéséje jár, mivel kilőtt 8 tankot, ezért a Red Revolters-t is, egyedül maradt legalább 5 ellenséges tankkal szemben, ezért megkapta a Kolobanovot, a nagy kalibert, ugye a felderítőt, amit mondtam, hogy ott a spotbokorba beülve a legelején elég sokat tudott összeszedni, meg felderíteni, illetve a mester lövészt, ami 300 méternél nagyobb távolságra való lövéseket jelent. Nézzük a csapat mit is alkotott, hát szerintem Quad Dead nélkül ez a meccs abszolút bukta lett volna. Ugye kilőtt 22 lövedéket, 19 talált, 18 volt átütő, megsebzett összesen 11 ellenfelet, és bár lövöldözgetett mindenféle lőszerrel, azért még így is pozitívba jött ki a csatája. Hát úgy gondolom, hogy ez az éremhalmozásos meccs, ami 7 érmet eredményezett Quad Deadnek, egy szép, tanulságos videó volt. Köszönöm a figyelmeteket, Godzi voltam, sziasztok!